Amikor már az ördög felébresztette az áruló Júdásnak, Simon fiának szívében a gondolatot, hogy árulja el. Jézus tudta, hogy az Atya mindent a kezébe adott, hogy Istentől jött és Istenhez tér vissza. Mégis fölkelt a vacsora mellől, levette felső ruháját, fogott egy vászonkendőt és maga elé kötötte. Aztán vizet öntött egy mosdótálba, majd hozzáfogott, hogy sorra megmossa, és a derekára kötött kendővel megtörője tanítványainak a lábát. Amikor megmosta a lábukat, fölvette felső ruháját, újra asztalhoz ült és így szólt hozzájuk. Tudjátok, mit tettem veletek? Ti mesternek és úrnak hívtok, és jól teszitek, mert az vagyok. Ha tehát én, az úr és mester, megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam, hogy amint én tettem, ti is tegyétek meg. Ez egy nemzeti ünnep, és olyan embereket ünnepelünk meg, akikre fel lehet nézni, és példát tudunk venni a mostani kor időben is. Ejtünk mostan több százan, hogy itt legyünk ezen a keresztúton, és azt gondolom, hogy mindenünkben az a igazán a vágy, hogy valami erkölcsi megújulás legyen. Tegnap itt volt Tőkés László püspök, és egy gondolata nagyon megragadott, hogy összekapcsolta Petőfinek a talpra magyarját a szentírási szöveggel kelj fel és járj. És azt gondolom, arról beszélgettünk utána, hogy ameddig ez nem történik meg, ez a belső erkölcsi, közösségi megújódás, amiért itt most imádkozunk, addig igazán nincs is igazán remény arra, hogy a nemzet is tovább léphessen. Azt gondolom, hogy mindaz az erőszakos politikai gondolkodás, épp ami annyira itt van most veszélyesen a magyar társadalomban, az pont arról szól, hogy megszűntek egyik szélsőségen, másik szélsőségben igazán azok az erkölcsi alapok, amik egyszerűen az emberi összetartozást, a megújulást meg tudnák alapozni. Nagyon fontosnak tartottam, hogy vallásos emberként és fiatalként is képviseljem az iskolát és ugye a fiatalokat, mert fontosnak tartom, hogy ezt az ünnepet megünnepeljük. Gyomlálj ki közülünk minden pártosságot, ellened való lázadást és tagadást, egymás közötti viszályt, és növeld a mi hitünket hivatásunkban és emberi méltóságunkban. Uram, a kezedben van nemzetünk jövője. Nem kutatjuk, hogy mit hoz, de könyörgünk, te magad jöjj. Isten, így áld meg a magyart. Amen.